De jó lenne, hogyha nem lenne mögött ez a rohadt izé. Hű, még talán kanyarodott is volna. Jó, hát srácok, engedjük el ezt a óta történet alatást, ez nem az én szakterületem. Oké, mehetünk tovább. Ugye most az van, hogy kell még hoznunk ide árut. Ja, de várjatok! Lehet, hogy kelleni fog a pót mégis. Most honnan kell hozzak? Azt miért nem mutatja? Ugye két helyről, és ott már lehet, hogy úgy kell felpakolni, ott az már nem póton lesz rajta. Jó gondolom? Lehet, hogy egy pótot magammal kéne vigyek? Inkább viszek egy pótot magammal. Addig jó. Öreg. Úgy. Azért kell majd egy jobb motor. Meg kell állnom tankolni bele. Azért fogyaszt ez már tisztességgel ez a kamion, vagy mi ez, terautó. Nem kérdez. Aha, itt a póton van szerintem beton födém. Rámpás síkplatós, biztos vagyok benne. Merre a benzines, az hol van? Ez meg itt lesz, oké. Okay. Ezek amúgy milyen gumik, amik ezen vannak rajta? Ez se saras gumi szerintem, alapjáraton.
Mondjuk azért meglepő, hogy egy ilyen dögöt elbír egy ilyen fahíd, ami itt van. És mibe akadtunk el megint? Kőbe? Gyerünk! Oké, üzemanyag tankolás. Úgy rendesen. Hibátlan. Az komoly. Na kérem, ja várjál, itt nem fogok átmenni ezzel, azt tuti. Hú, elcseszett egy nagy dögez. És ennél már csak nagyobb járművek lesznek, ha jól sejtem. És volt egy félpót, úgyhogy én gyanítom, hogy ez a maradék anyag is rajta lesz kocsikon. Mindjárt kiderül. Na, menjél haver. Itt vagyunk. Aha, rajta van pótkocsin, akkor minden rendben van. Oha, ez a pótkocsi, ez tök jól néz ki. Pacific kell, hogy szinte semmit sem tudsz rárakni. Igen. Viszont várj, itt valami nem stimmel nekem. Miért nem tudok csatlakozni? Ja! Nem mondod! Basszus, ha ezt tudom! Scouthoz való beszarok. Aha, tényleg. Ajha, a scouttal kell elhúznom azt, az fasza lesz. Nem baj, meg szerencsé, hogy a scoutomat nem vittem vissza, itt van a scoutom is, úgyhogy no para.
Hát csak, ja, hát az nettes lesz azért, mert a scoutra lehet kell raknom akkor sárgumikat. Szívás. Ja, de várjál már. Dehogy személyautó sem, miről beszéltek? Hát kihúzatom izével, csörlővel, aztán majd ott rákapcsolom a személyautót, amikor le kell adni. Nem fog szenvedni a pick-up-pal itt a sárba. Ha most jutott eszembe. De egyébként ez jogos, amit mondtatok, hogy személyautós, csak most eszembe jutott, hogy ki tudom csörlővel húzni. Így majd azzal kivontatom. Gyere csak ide. Jó barát. Na, indulus. Indulás. Indulandusz, mehetünk. Álljátok merre? Folyamatosan monitoroznom két dolgokat, mert aztán meg rossz irányba fog tekeregni. Azt mondja, hogy erre menjünk át, inkább jelölök magamnak, jobban járok. Elvileg ez is van differenciál zár, csak ugye még nincs beépítve. Meg kell néznem, mert hát ha már megtaláltam. Lehet, hogy érdemesebb lenne elmenni fejleszteni gyorsan ezt a verdát.
Azt nem tudom, hogy hol raktam le a jeepemet. Mondja, hogy elméletileg, aha, ott van, jó, faszá, jó helyen van, pont, tökéletes. Mehetünk ide. Oké, valahogy ezt úgy kellene most, hogy állj, csörlő, lerak. Eltolatok mellette. Gyorsan felveszem még ezzel azt a betont. Na és akkor ez hol volt? Most azt nem tudom, hogy ezt hol láttam. Ja, itt van-e? Ezzel el is égetek egyébként 1000 liter üzemanyagot, mire vége lesz a pályának. Szerintem simán. Az fasza. Elég szűkös itt a hely. De egy kérdés az lesz, hogy ezt a pótot hogyan rángatom itt keresztül. What? Nem mondod komolyan, haver! Ó, hogy az a rohadás vigyen el. Oké. Ez a másik az nem is kellett volna a fémmel, mert ezen az egy platón vagy póton rajta van minden. Nem baj? Nem baj. Ezt ugye nem tudhattuk, vagy én nem tudhattam. De nem baj. Meglepetés ereje jó az.
Igazából hogy, sokkal kényelmesebb lesz egy póttal oda vinni az egészet, szerintem. Na itt most már csak az, hogy ugye, hogyan. Ezzel itt kanyarodni elég kemény lesz. Igen, ez az, ez a probléma. Gondoltam, hogy ez lesz. Szia Szatír, hello, hello, mi újság? Nagyon jó, eddig jók vagyunk. Eddig nagyon jók vagyunk. Miért vagyok itt? Mi történt? Nem történt semmi, váltottam platformot, innentől itt leszek. Itt jobb a minőség. Meg a technikai feltételek sokkal jobbak. Nem áll meg a kép, nem akadozik, nem nyomják le a streamet. Itt eddig, amióta itt streamelek, hibátlanul ment az összes adás, és jó minőségbe. A Twitch az nekem nagyon sokat szarakodott, aztán nem jó. Meg a fel... Itt a... Érdekes módon itt a 2 gigás netemmel nincsen baj, mert a feltöltésem brutális. 30.000 bitrate mellett is, és még hogyha mellette töltök fel videókat, még úgy is. Viszont Twitchen a 6000-et nem tudtam normálisan tölteni. Mert technikai problémák voltak, aztán kicsit meguntam azt. Nézhetetlen volt sokszor az adás. Úgyhogy itt jobb. Ja. Meg hát Twitchen ugye a partneri jelentkezésemet elutasították, itt meg megadták, aztán oda jövök, ahol támogatnak. Ahol nem, ott nem érdekel. Kösz! Úgy vagyok vele, hogy akit az én tartalmam érdekel, az úgyis megtalál, teljesen mindegy, hogy Twitch-en vagy YouTube-on vagyok. Akit meg Twitch orientált, az meg maradjon ott. Aztán igazából úgy vagyok vele, hogy nem haragszok meg érte senkire.
Ja, hát ennyi, kösz. De egyébként tényleg azért nagyon tetszik, mert nem homályosodik ki a közvetítés képe. Akkor se, hogyha mondjuk gyorsan mész valahova. Avatár is tök szép. Na, visszanézegettem még a régi vodjaimat, amiket végigjátszottam, amiket feltöltöttem, hát pusztustalanul néz ki a legtöbb, úgyhogy... Na most mi van? Nincs szállítmány rakodása, hogy ne lenne, ott van. Ja, várjál csak. Beton tömbök. Ó, baszki, nem mondod. Az nem jó. Beton tömbök. Ez teljesen más, ami kell. Hol van ilyen beton tömbös cucc? Ó, hogy ez a rohadás vigy el. Ezzel sem vagyok előrébb már megint. Beton tömbök. Várjunk csak, leakasztom a pótot. Ha a betontömb az itt nincs is. Remek. Kösz szépen még egyszer. Köszönöm. De a baj, hogy... El kell mennem betontömbér. Az a baj, a betontömböt azt meg én szerintem csak azért tudok hozni a másik térképről, nem? Gyanús. Gyanús, hogy csak onnan fogok tudni hozni. Smithville-i gát mapra közel átjárónál tudsz felvenni. Aha, várjál csak, viszont lehet, hogy jobban járnék. Ja itt, aha. Minden esetre ezzel tankolnom kell megint egyet. Azt szerintem a másik teherrel hozom át. Ez a kocsi, mert erős, meg könnyen kijön a sárból, csak azért... Azért mégiscsak ugye akkora, hogy nehéz vele nagyon forgolódni. Na, kell rajta szerintem pár átalakítást végezni, hogy jobb legyen. Vannak bajok. Meg is van. Azt a Dead 2-t, mert ezt a végigjátszásodat, és...
gyűjtött, nagyon nyomtad, meg a Last of Us Remastered upgrade-elem. Ja, megnézted őket? Tettettek? A Last of Us-ra egy jó tanács, ne játszad lenne ezzel fokozaton, mert megöl. Idegileg. Nagyon jó játék, viszont bődületesen brutális nehéz fokozaton, az is. Gyalázatosak? Várját, most dicséret akart lenni. A Last of Us 1-nek a... Last of Us 1-nek a túlélő módja még tök jó be van állítva. A part 2-nél ott kicsit olyan fura volt nekem az AI-nak a viselkedése. A Last of Us 1 az viszont... Már ne érts félre, mert az AI az marha jó, csak mindig azt észrevettem, hogy amíg hiába nem vettek észre, amíg stealth-be voltál, akkor is mindig ugyanarra a területre mentek, ahol te voltál. Így beháromszögeltek folyamatosan, aztán nekem az volt fura az AI viselkedésébe. Azt leszámítva viszont nagyon jó. Ugye lényegében stealth-be az AI-ba be van állítva, hogy teljesen mindegy, hogy látnak vagy nem látnak, ugyanarra a területre fognak sétálgatni és járőrözni, ahol te vagy. De azt talán el is mondtam a videóban, hogy ez nagyon látszódott rajta, hogy úgy van megcsinálva. Oké. Okay. Kiakadtam rajta, igen, azért, mert ugye az igazából... Az AI egyébként tanul, csak nekem az nem tetszett, mondom ott annál a résznél, hogy... Amikor még nem vesztek észre, már akkor is tudják, hol vagy, és mondom, oda mennek direkt, hogy ne tudjál megmozdulni. Azt azon akadtam ki, hogy... Azon kiakadtam, ja. Elég jó. Az volt ugye a csaló faktora, úgymond a nehézségi szintnek. Minden egyes nehézségi szintnek van valami csalása. Annak az volt. Várjál, csak azt mondtátok. Most meg kell néznem, hogy a teherautóm az elméletileg ott lett hagyva a gát utáni részen. Pontosan itt lett hagyva, ja. Ezzel így jobb lesz átvinni a maradék cuccat, azt a betont, ami kell. Üzemanyag is van benne. Állj. Melyik az? A folyóhíd. Nem ez kell, hülye vagy. Elveszett pótkocsi michigani próba. Ja, mert innen nem tudok izét váltani? Küldetést. Ó, basszus, jó, nem baj. Hadd nézzem. Beton tömbök. Beton tömbök kellettek, ugye? Beton tömbök kellenek, igen. Aha, ja, mert ez ilyen négy felé van elvágva, ha jól látom. Ez az, ez kell. És akkor ingyér rakodjuk föl. És ebből kell egy darab, ha jól láttam, ugye?
Jól láttam, ebből kell egy darab. Ebből kell egy. Nézzük csak. Hm? Hát ennek a lerakodását nem agyalom túl, úgy döntöttem. Darú visszaállítás, rögzítés, kó. De Dylan 2-re valami tanács? Hát nem tudom neked mennyire mennek a perfect pairizések. Ugye többféle izét is lehet, most emlékszek már, hogy ott nem talent, hanem ruha vagy valami módosítással kellett csinálni. Ja igen, izé kártyákat kellett berakósgatni. Én a perfect pairit használtam, mert nagyon durva, nagyon erős a játékba szerintem. Vagy a dodge-ot, vagy a perfect pair-it használd, és akkor jó countereket kapsz, és sokkal gyorsabban tudod írtani az ellent. Megkapod a White Western Start, az egy nagyon jó kép. Hát igazából úgy is megcsinálom az összes küldetést. Úgyhogy azzal nem lesz úgy gond. Na kérem, át kell váltanunk, és akkor figyelem. Ez kell. Na, vigyük le oda a betontömböket, az kész is a híd. Ezzel egyszerűbb volt idejönni, itt volt közvetlen. Csinálsz. Az igen. De aztán meg kell tankolni ezt is itt ingyen. Na és itt is vagyunk elvileg mindjárt kanyar után. És a Dead Island 2-t azt a DLC-vel együtt vetted meg, vagy azzal együtt fogod játszani? A DLC-t én ugye nem játszottam. Nem volt időm még előszedni, pedig megvan. Jól emlékszek, olyan izét vettem. Olyan változatot. Na gyerünk, most lesz kész. Ez az.
Na, ez 6000 pénz volt, meg 640 TP, ami azt jelenti, hogy nem sokára megint szintlépés lesz. Jó volt. Nagyszerű. És most már át tudunk menni ide a... erre a részre majd. Sőt, nem csak hogy át tudunk menni, ugye most már megnyílt egy jó pár küldetés, amit fogok tudni vinni. Oké. Frankó. Továbbiakban azt csináljuk. Ezt kár volt ide hoznom, mindegy, most már elfér, igazából annyira nincs útba. Ezt gyorsan elviszem, azt megtankolom ezt a kocsit. Ha már ingyen van. Az lesz a kérdés, hogy ugye itt hagytam a másikat. El fogja férni mellette, vagy nem. Na hát nem ennek az autónak való az a terep, ebből látszik is egyébként. Gyerünk. Az igazság, hogy erre mondjuk raknék sárgumikat, akkor egész használható lenne még talán itt is. Itt ez a nagy vadállat.
Az igen. Felakadok az oszlopon még itt a végén. Oké, na. Megtankolok. Azt mondom, hogy egész sikeres volt ez a mostani kör. Megcsináltuk az összes hidat ezen a térképen, felderítettük totálba. Viszont kaja idő lesz. Megállok ebédelni, fiúk, lányok, délután meg már mást játszunk majd. Ezt majd aztán megint majd csinálunk belőle egy következő részt. Itt ugye majd amit fogok csinálni, még egy-kettő ilyen befejezést, például kiszabadítjuk innen ezt az autót, meg megnézem még milyen küldik lesznek itt, vagy milyen küldik vannak, és akkor azokat szerintem most még, amíg itt vannak ezek a teherautók, addig megcsinálok itt mindent. Azt utána nyilván átkorlátozódok a többi térképre. Úgyhogy akkor most egyelőre ennyi. Na, hát én köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm szépen a követéseket is. Találkozunk majd délután. Hogy mindenkinek jó étvágyat az ebédhez, meg kellemes délutánt. Jók legyetek, sziasztok!